Korábban a görög vezetés azt hangoztatta, fennáll a veszély annak, hogy megállapodás hiányában kifut a pénzből. Június 5-e és 19 között négy részletben összesen 1,6 milliárd eurót kell átadni a Görögországnak a valuta alapszámláira. Ezt a pénzt nem fizetjük be, mivel nem áll a rendelkezésünkre. Ez ismert tény, mondta Nikos Vucic belügyminiszter. Hozzátette, a kormány nem akar ilyen forgatókönyvet, stratégiája nem erre irányul. Hangsúlyozta, folytatják a tárgyalásokat arra az óvatos optimizmusra alapozva, hogy a közeljövőben megállapodásra jutnak a hitelezőkkel. Az ország finanszírozásának meghosszabbításáról február 20-án kötött megállapodás alapján a görög kormánynak egyeztetnie kell részletes reformjavaslatait a nemzetközi hitelezőkkel. Erre az euróvezet pénzügyminisztereinek tanácsa is rá kell, hogy bólincson, különben nem folyósítják a mentőcsomagból fennmaradt utolsó 7,2 milliárd eurós részletet. A tárgyalások lassan haladnak, amiért a felek egymást hibáztatják. Alexis Tsipras görög miniszterelnök szombaton a kormányzó Syriza párt központi bizottságának ülésén kijelentette, hogy a hitelprogramról folyó tárgyalások célegyenesbe jutottak. Ugyanakkor leszögezte, hogy kormánya nem fog megalázó feltételeket elfogadni. Janusz Varoufakis pénzügyminiszter a BBC-nek vasárnap adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Görögország hatalmas lépéseket tett a megállapodás érdekében, és most a hitelezőkön a sor. Az út háromnegyedét megtettük. Nekik egynegyedet kell tenniük, hogy találkozzunk, mondta. A görögök többsége támogatja a kormány tárgyalási stratégiáját, de azt szeretné, hogy az euróvezeti tagság fenntartását lehetővé tevő megállapodással záruljanak az egyeztetések. Egy felmérés szerint a görögök 71%-a az euróvezetben akar maradni, és 68%-uk szerint a drachma újbóli bevezetése csak súlyosbítaná az ország helyzetét.